Antalfalva több nemzetiségű község, a vezetőség számára fontos a kultúra népszerűsítése. Zašto su nagrade u kulturi bitne? Kultura je možda na neki način na repu dešavanja. Politika, sport, ko zna šta drugo, ljudima odlači pažnju. Ali kultura je ta koja nas predstavlja, predstavlja u zemlji, predstavlja u inostranstvu. Ako toga nema, mi smo na dnu. Verujte da sam ja izuzetno ponosan ovde danas. Vi ste videli i mlade osobe, videli ste osobe u kasnijem životnom dobu. Svi su oni na neki način oduševljeni što su nosioci priznanja. Ovo što se do sada i mi su kasnijem dobu i za debelje. Fekete Ilonka és Csanki Rozália, a Pipacs nőegylet volt elnöke és titkára, életműdíjban részesültek a kulturális örökség megőrzéséért. Hát nagyon, talán örülök is neki, mert ilyen még nem kaptam, tehát van, aki elismerte a munkámat, értékelte, tehát nagyon szépen köszönöm annak, aki ezt fölajánlotta, vagyis benevezett. Hát én úgy gondolom, hogy maradok továbbra is ilyen pozitív, amennyien voltam eddig. Nem vagyok titkár tovább, van új, de azért segíteni fogok neki is a munkájába, meg aztán a nőegyletnek, amikor az mindig ott leszünk. Nagy Irén nyugalmazott óvónő, sok éven át a Pipacs nőegylet oszlopos tagja volt. Szerinte az elismerést a debellácsi hímzési hagyomány megújításáért és fejlesztéséért érdemelte ki. Több mint 20 éves tevékenységünk meghozta a gyümölcsét, mert a debellácsi hímzési hagyomány bekerült a vajdasági értéktárba, a kultúra értéktárába, ami nem akármilyen dolog, és amire büszkék lehetünk mindannyian. A díjazottak között volt Győri Zoltán, a Torontálvásárhelyi Mósa Piádi Általános Iskola zenetanára.